ez a játék október 12-én jelent meg, azaz éppen, hogy csak két napja, PC-re, több platforma is, Steamre, GOG-ra és Epicre, valamint elérhető konzolokon is, Xboxon, PS-en is, Switchen is, természetesen. Ez gyakorlatilag egy puzzle kaland játék, legózhatunk most már a játékban is. Nem úgy, ahogy az eddig megszokott LEGO játékoktól, hogy LEGO-s környezetben, LEGO-s karakterekkel, LEGO-s világban, LEGO-s humorral megáldva, hanem itt konkrétan építgethetünk. Ha valamihez nagyon akarjuk hasonlítani, akkor ez egy bridge konstruktor szerűség. Így kell valahogy elképzelnetek ezt a játékot. Gyorsan megnézem a beállításokat. Hát, ha kell valamin állítanunk. Ahogy látom, annyira nem. Jó, hát ő átállított a srácok. Kontrollerrel fogok játszani. LEGO-s humortól arra mászom? Nekem pont a LEGO-zás hiányzott a korábbi LEGO gémekben. Na hát itt pont lehet LEGO-zni. Egy igazi kincs. A nagypapától kaptuk. A kalandi játékok úgy kezdenek, hogy a nagypapától kapunk egy levelet, és akkor úgy bevezetnek minket a világba. Nagy felfedezést tett a nagypapa, amit meg szeretne nekünk mutatni. Jó. El kell menni a nagypapához. Érdekes dolog. Hát most nem jut eszembe annak a játéknak a neve, ami ilyen diorámás, mint ez, és ilyen puzzle feladatokat kell megoldani. Valami rövid neve van, de most nem fog beugrani. De jól néz ki a víz, srácok. Tök király. Tehát le kell menni a lifttel. Ott van Bob Ross. A LEGO Bob Ross. Ki az? Te vagy az, gyermekem? Nagyszerű. Nem gondolt, hogy ilyen hamar ideérünk. Újjúj. Hát valószínűleg a nagypapával így történnek a nagy felfedezések, hogy így valamit lelök, és akkor úristen! Lekapcsolódott az áram. Jó. Újra kell indítanunk a generátort. Na mehet, srácok. Generátor újraindítás. Már évek óta le kellett volna cserélnie. Jól van. Ennyi volt, srácok. Bekapcsoltuk a generátort. De a mosógép... A mosógép kimosott valami robotot. Bezárta a nagypapa a mosógépbe a robotját. Ez nagyon LEGO most, Gabcsi. Szia, Zodiák! Szevasztok, srácok! Az elektromágneses akármi visszahozta ebbe a világba a Rustyt, a Rusty nevű robotot. És valami nagyon fura neve van. Azt mondta, hogy ő nem egy dzsin és nem teljesít három kívánságot. Nice! Köszi szépen a 2 évet és köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Srácok, peregjenek a szvegek, valamint gratula az újabb badge-ethez. GG! Szóval... Az a neve, hogy EXF fordított kérdője, de szólítsuk csak Rusty-nak.
Aha. Közelebb állna az ő neve a Blordleflebnehez. Értem. Jó van. Ez nagyszerű. Nagypapa azt hiszi, hogy azt hitte, hogy elveszítette már 1000 éve Rustyt. Márecska, hagyjál már békén. Irénes csapkodja a könyökömet. De hát a nagypapa kilőtte az űrbe. És látott nagyszerű dolgokat, csodálatos dolgokat, de most már visszatért. Miss Daisy, szia, mi újság? Jól van. A nagypapa csapdába esett. Meg kell oldanunk ezt a feladatot, srácok. Fel kell menni arra a platformra. Na, megmutatja nekünk, hogy mire képes ez a kis robot. Üszenteni akartam, de elmúlt. Megtanulhatjuk, hogy hogyan manipuláljuk az elemeket. Tanuljunk meg építeni. Azt mondja, hogy megfogjuk és oda ráhúzzuk. És azt is megfogjuk és azt is ráhúzzuk. Modifier. Ezt mit modifájol vajon? Ja, látom. Lehet rotételni, release-elni. Biztos. Nem lehet kamerát forgatni? Ú, de fura. Mindegy. Hajnal elkeltél? Na, hogy. Szia, Alias! Nagyon tetszik, hogy legós a mozgás, és nem olyan életszerű, mint a Star Wars-ban, vagy más játékokban. Aha. Ahol így nyúlnak a Lego részei a figuráknak? Most akkor megvagyunk, nem? Finish. Build. Most pedig meg fogjuk javítani a lépcsőt. Jó. Ő nem emlékezett arra a nagypapa, hogy Rusty meg tud javítani dolgokat. Mármint, hogy tud építeni. Ja, értem, Miss Daisy. Jó. Ki kell cserélni a fuse-t. A fuse-t ki kell cserélni. Most megtanultunk olyat is, hogy hogyan kell forgatni az elemeket. Select the brick, nyomjuk le a gombot, és nyomjuk meg az X-et. Ja, látom, most azt tanítja meg nekünk, hogy lehet órajárás irányába, illetve az ellentét. Orajárással ellentétes irányba is forgatni. Na igen, ezt kerestem. Jó. Akkor most megvagyunk ezzel? Megvagyunk ezzel. Mit tanulunk még meg? Na hát ez már egy kicsit komplexebb, srácok. Fancs! Köszi szépen a 4 hónapot! Köszi szépen, hogy a Prime-odat te is rám használod el. Srácok! Eregjenek a szvegek. Eregjenek a szvegek ufancsnak. Hát ez eddig amúgy király, srácok. Szia, Coolers. Na, most megtanuljuk, hogy hogyan kell forgatni a kamerát. Mármint, hogy mozgatni? Ja, azt hittem, hogy forgatni is. Ez csak mozgatás. Find another brick.
Á, tehát a jobb analóggal lehet forgatni a kamerát. Ha megnyomom az a bal gombot, akkor viszont mozgatni is tudom. Aha. Szia, Astronomist. Köszi még egyszer, Uffancs. Köszi a támogatáson. Hogyan használhatjuk a brick palettát? Na, nézzétek csak. Amúgy nem tudom, nem tudom. Nekem ez nem kényelmes a kontrolleres irányítás. Nem kényelmes. Ezt meghagyom azoknak, akik szeretnek kontrolleren játszani, de nekem, mint PC játékosként ez nem kényelmes. Jó. Remove bricks. Tessék. Jó. Próbáljunk meg egy kis tornyot építeni. Hát tessék. Hello, ez az a játék, aminek leszettem a demóját hónapokkal ezelőtt, azt elsajnítottam. De most már megjelent. Hoppá. Most már megjelent. Hát építsünk. Kicsit fura nekem amúgy az irányítás. Biztos, hogy jóval olcsó Epic-en, mint a Steam-en? Igen, mert Steam-en euró a valuta, Epic-en meg forint, ugye? Brick Validity Simulation. Na, most már jön ilyen szimuláció is, srácok. Ne okoskodj. Jó. Szia, Dása, szevasztok, skacok. Jó, tehát ez csak úgy fog kapcsolódni, hogyha megforgatjuk. És oda tesszük. És most már valid a dolog, tehát egyébként le fog esni. Oda rakjuk. Na! Ez volt a szimulálás. Vissza a szimulálásból, és akkor meg kell építeni alá. Ne okoskodj. Látjátok, ezt a részét, a szimuláció részét mondtam, hogy olyan bridge konstruktoros. Na várjátok, átmegyek másik sarokba, hogy ne takarjam annyira itt a feladatokat. Nem lepődnék meg, hogyha forint lenne a valuta Steam-en, akkor se lenne olcsóbb sokkal. Ha lenne forint, amúgy van, mert bevezették, mármint hogy bekerült az adatbázisba a forint, mint valuta Steam-en, csak... még ki kéne rakniuk nyilvánosba, és akkor a fejlesztőknek be kéne árazniuk mindenkinek a játékait, és csak úgy lehetne forintért venni játékokat, hogyha a fejlesztők beáraznák, mármint bocsánat, a kiadó beárazná a játékait.
Ott egy tesztrobot, és gondolom oda át kell mennie. Emlékeztek, hogy mit mondtam a bridge konstruktorra? Vajon hogy lehet alárakni? Nem lehet alárakni? Na mindegy. Shift U-val lehet alárakni. De amúgy ezt nem írta le sehol. Ezt tudjátok honnan tudom? Olvastam a Twitch-es értékelés... Twitch-es? Steam-es értékeléseket. Jó, amúgy valószínűleg nem is az kell oda. Hanem ez. A görgő menőbb lenne. Azt nézem, hogy... az kellene oda. Jó. Na várjunk. Lehet olyat csinálni, hogy... ezt ide tesszük. Nem, nem jó. Nézzük csak. Ez egy bonyolult játék, srácok. Hát így végig lehet pakolni, igen. Szerintem így lesz a legstabilabb. Na nézzük csak. Kell, hogy olyan széles legyen. Nem tudom, gondolom minden elemet fel kell használni. Aha. Hát akkor csináljuk előről. Akkor csináljuk előről. Jó, tehát ez így ide jön. Hát ez szétesett. Na. Csináljuk inkább ezzel? De így, hogy fogunk oda elérni? Lát. Tehát... igen, hát úgy oda nem fogunk elérni. Na, már elakadtunk. Jó. Akkor nézzük meg egyébként, hogy... mi van akkor tényleg, hogyha nem olyan széles. Alakul szerintem. Na mi van? Na mi van, srácok?
a stabilitás fontos volt, amúgy tényleg nem kellett, hogy ugyanolyan szél, tehát hogy olyan széles legyen, és látjátok, amit megépítettem itt, amit megépítettem az előbb, az ide került. Hát ezt én építettem. Elsőre, igen, igen. Ja, értem. Igen, most tanítja meg nekünk a játék, hogy hogyan lehet mozgatni. Ez király, tehát van Q és E. Meg van Shift is. És akkor Shift-tel lehet egyesével mozgatni, Shift-Q, Shift-tel. Itt meg elemtől elemig megy a Q-val és az E-vel. És akkor most újra kell csatlakoztatnia. A csöveket. Igen, ezt, hogy megtanultuk, ez hasznos volt. Ezt az E-t, meg ezt a Q-t. Szia, Nicika! Sziasztok, sziasztok! A nagypapa örül neki, ügyesek voltunk. Azt hittem le lehet esni. Miért véres vajon a pólója a karakterünknek? Ha nem jövünk a nagypapához, akkor éjjel hal? Hát igen, nagyon ott... meg volt lőve, pedig hát a nagypapa nagy felfedező. Na, meg kell építeni a platformot. Wow. Igen. Hát én valami ilyesmire gondoltam amúgy. Jó a dolog. Na, a nagypapa nem akar lejönni? Most már megépítettük. Vagy én menjek oda hozzá? Grandpa Space. Szerintetek most mi nem jó? Lefagyott a játék? Amúgy nincs eszkép se. Most így most mi van? Most szerintetek mi történik? Bugos a játék? Indítsuk újra? Vagy nem jól csináltam meg? Itt sem működik a space. Nem működik semmi. Hűha. Micsoda benyomások. Kész, kijátszottuk a játékot, ennyi volt. Ez jó. Ez jó. Pillanat. Nyomunk egy Alt F4-et. Jó, az működik. Miért kell eltörni mindent, amihez hozzányúlsz? Na, nagypapa? Na, hát... nem akart a space-re reagálni. Azt kérdezi, hogy hol vannak a Rusty-nak a kezei. Ő fejlődött. Kiküldtél az űrbe. Oké. Megrémült. Barátságos űrlényekkel találkozott, akik megjavították. Jó. Tehát a multifunkcionális kezek helyett ő kapott Zero Point Gravity Particle generátort. Na, és akkor végre a nagypapa meg tudja mutatni, amit feltalált.
nagypapa feltalált valamit, de nem tudott lejutni onnan, ahol most találtuk. Na. Portálokat csinál a nagypapa. A te nagypapád se reagált a Space-re? Hát... Sajnálom, gyab. Rendetlenség van a parkban. Na, mi az? Értem. Tehát a nagypapa teljesen elfelejtette azt, hogyha nincs karban tartva a park, akkor a polgármester morcos lesz. Akkor rendet kell raknunk. Lego rendrakások. Rusty meg fogja javítani dolgokat, amik tönkrementek. Jó. Nem kell bankkártya, mert azokat az elemeket fogja használni, amik a rendelkezésére állnak. Csinált egy mosógépet. Úgy látom, hogy itt nagyon szeretnek mosógépeket csinálni. Boldogság kristályok kellenek. Az a legdurvább energiaforrás, a boldogság kristály. Jó. Happy? What? Jó. Sok a duma, haver. Így van, oda kell menni. Hát csillagkapu. Tehát a helyi csillagkaput megcsinálta a nagypapa. Mindjárt átjönnek a Goa'uldok akkor. Apophis nagyúr, mindent lát ugye. Na. Szevasz kollektíva. Space. Story 0%, chest 13, jó már. Öt ilyen világ van, ez az első, a minden igaz. Itt repült Indiana János. Jónás. Látott ejtőernyőt kinyílni, reméli, hogy mindenki rendben van. Oda kell mennünk segíteni az embereknek. Na. Ja, értem. Tehát a feladatunk az, hogy feljusson a kis robot oda. Na hát akkor... Mi ez a zene háttérben? Igen, ez túl nagy. Hát, tehát onnan indul. Onnan indult. Veszünk egyet oda. Egyet oda.
Igen. Hát ott hogy fog felmenni? Na, állunk. Le kell tesztálnunk. Teszt szükségeltetik. Fel tud menni? Jó. És erre fel tud menni? Arra is fel tud menni. Hát akkor ez full csalás. Bocsánat, nem akkor. Jobb klikket kell nyomnom. Jobb klikkel vesszük le. És akkor jöhet még egy. Így van. Apá, azt nem oda akartam. Olvasni... Olvasni búzis is tudom. Jó, 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 jó. Miért beszélsz? Mert jönnek ki hangok a számon. Vagy mit lehet erre mondani, srácok? Ajaj, ajaj, az már oda nem fér. Jó, hát akkor kezdjük előről. Hogyha arrébb rakjuk. Mondjuk így. Akkor mi van? Na, ez így milyen lesz? Aha. Tehát annak ott sokkal stabilabbnak kell lenni. Hát igazából össze lehet őket kötni. Ez így stabilabbnak tűnik azért, nem? Igazából még nincsen megkötés azzal kapcsolatban, hogy mennyi elemet használjunk fel. Na és itt az van, amit én megépítettem. Hát mennyire király már, basszus. Ez nagyon tetszik. Magasság korlátozva van? Nincs korlátozva. Mármint, hogy volt korlátozva, hogy mi a játszóterünk, hogy hol tudunk építkezni, de ez talán pont ennyi volt. Na hát, ez most már nagyon komoly lesz. Na, tehát konkrétan hidat kell csinálni. Na basszus. És azt úgy nem is lát. Jó kis game? Na, tetszik, srácok? Örülök. Az oda már nem fér. Nem tudom, hogy ez jó lesz, srácok.
valószínűleg a terhelést azt így nem fogja elbírni. Hát igen. Pont így gondoltam. Jó megközelítés a játék, de vagy én szeretem kézből összerakni a legot. Ja, persze. Ja, a bridge konstruktorok azok... azok jófélék, srácok. Na, tehát ez a terv, ez nem volt jó, úgy néz ki. Na jó, hát akkor nézzük. Nézzük, mit lehetne itt még alkotni. Lehet. Jó, hát amúgy ez jó lett volna. Na basszus. Jó volt a terv egyébként, annyit talán még változtatnék, hogy... vagy szép és igényes legyen. Két oldalról kezdjük el építeni a dolgot. Igen, ide talán már ilyet a hosszabb is. Igen, igen, itt vannak az elemek, amiket fel lehet használni. Ja, igen, a támaszt azt kellett volna használni, tehát hogy igen, megláttam és mondom, ú, basszus, az kéne. A támasz az kellett volna jobban. Na, ide. Nem fér oda mi. De odafér, jól van. Azt hittem, hogy nem fog odaférni. Na, tehát ugye most, ha átmegy rajta a robot, akkor szétesik. Na, és ahhoz, hogy ne essen szét, meg kell csinálni a talpakat. Szerintem az úgy nem fogja tartani. Tehát... ahhoz, hogy tartson... szerintem ilyet fogunk oda tenni. Na nézzük. Ja. És ezt akkor miért így mutatja? Hát ezt így nagyon furán mutatja, srácok. Hát oda többet már nem lehet építeni. Jó, értem. Ja, jó bait volt a game-től, igen, igen. Nem, ezt nem lehet, tehát hogy ennyi a játszóterünk, srácok, nem lehet aláépítkezni. Tehát más megoldást kell kitalálni. Igazából... lehetne használni ezeket is. Itt mondjuk. Jajaj. Na jó. Pillanat, srácok. Még megpróbálok egy-két dolgot. Igen, az úgy tetszik. Az a helyzet, hogy ez így... tehát, hogy ezt meg lehetne így csinálni, de... de... ezzel még pimpelni kell. Mert hogy ugye hidat kéne csinálni. És a hídhoz meg ugye
Kellene ilyenek is. Na nézzük. Tudunk-e forgatni? Igen, tehát most már csak csinosítani kell, igen, igen. Na jó, de... Konkrétan az a gond, látjátok, hogy... az úgy nem ér el odáig. Ez szíves. De talán ezt is lehet orvosolni még. Talán ezt is lehet még orvosolni. Egy pillanat, kacok. Hú, de rosszul látom ezt most itt térbe. Oké, oda. Egy négyzet alakú, de az bénán néz ki, az bénán néz ki. Az a gond. Mindjárt megleszünk egyébként. Csak el akarom osztani, hogy mennyi kell ide. Aha. Föl kell használnunk az összes elemet, de na de vajon hogyan szeretné a játék, hogyan használjuk fel? Aha, tehát úgy, hogy egymás mellett legyen. Mondjuk nem is kell az összes elemet felhasználni. Leteszem egyelőre, srácok, hogy tényleg lássuk, hogy hogyan kéne ezt megépíteni. Aha, valahogy így. Mit szól amúgy ehhez már most? Jó, még bírja. Akkor simán lehetne ilyet is csinálni, srácok, nem? Mert ebbe pont az a gond, hogy nem elég hosszú. Így van, ez nem elég hosszú. Bár olyat meg tudunk csinálni, hogy alá teszünk. Azt mondjuk nem tudom, hogy mennyire fogja elbírni. Mindjárt kimatekozzuk, hogy ezt hogyan kéne megoldani, srácok. Az biztos, hogy oda kéne egy fordítva. Hú, de rosszul látom, srácok. Na, tehát akkor nézzük csak még egyszer. De ezt ugye ide akarjuk tenni így. Ami változtatni kéne, azok ezek. Na nézzük csak. Ha mondjuk így tesszük. Nem jó. Azt nézem, hogy mennyire néz ki így jól. Sokkal jobb, sokkal jobb. Dizájnosabb. Szerintem lehetne úgy csinálni, hogy kettő hosszúkás egymás mellé. Ja, lehetne olyat csinálni. Lehetne olyat csinálni. Igazatok van. Szerintetek ez így jó lehet? Amit most így kigondoltam. Működhet? Vagy túl nehéz lesz? Működik?
Akkor annyit kell csinálnunk, hogy azt oda tesszük, és akkor jön a többi. Opa. Ajaj. Na? Pontosan így gondoltad te is, Kevin? Na, tessék, látod, egyre gondoltunk. Na. Nem hiányzik se onnan? Úgy látom, hogy mondjuk az se kell. Bocsánat, itt nyomkodom már össze-vissza a gombokat. Ja, de onnan hiányzott. Jó, és akkor most jöhetnek ezek. Na. Legyen szebb, legyen igényesebb, ugye? Azt mondjátok. Azért mégiscsak ez a híd egy maradandó dolog lesz. Igen, ezt sokkal, sokkal szebbre meg kell csinálnunk. Bár csak látnám, hogy hogy rakom, ugye? Pillanat. Arrébb rakjuk a kamerát, és akkor jó lesz a szitu. Csak nem lett amúgy jobb, nem baj. Jó, azt jó helyre raktuk. Ó, az nem tudom, hogy lesz jó. Nézzük csak. 2-2-es. Jó van. Na, mit szóltak? Jó, ez így. Jó lett? Azt ott annyira nem érzem, ami itt van. Azt annyira nem érzem itt, de... működik. Meg azért néz ki valahogy. A robot most örül. Kőves melót vállalok, szóljak a jövőbe? ez a játék nem jött ki. Nem, ez tényleg... tegnap előtt jelent meg, 12-én. Lehet, hogy demóként lehetett játszani. Nagyon király lett, bár funkcióját tekintve megegyezik a gyalogos híddal, amit először építette. Na jó, de ott nem tudsz kapaszkodni, itt meg igen. Azt mondja, hogy ha még kreatívabb akarok lenni, akkor ezt nézzük meg. Hogyha egyszer befejeztük az alkotást, akkor beléphetünk a sandbox módba. Ez jó nekem? Click on the sandbox button to activate sandbox mode. Igen. Na hát úgy néz ki, hogy itt nincsenek, tehát hogy itt sokkal több elemet fel tudunk használni. Azt nézzétek. Ja, értem. És több szint is tudunk. Tehát, és úgy oldunk fel egyre több elemet, ahogy haladunk előre a játékban. Wow. Jó, hát amúgy, tessék. Most ez annyira nem nyúlunk, csak menjünk tovább. Hogy kell? Kötelező? Pillanat, srácok. Próbálom megérteni, hogy most mi van.
Nyomjuk meg az egyes gombot. Jó, de hát akkor most meg vagyunk, nem? Most nem akarom ezt tovább pimpelni, srácok. Jött ki valami másik, a Lego Builders Journey. Ó. És itt most tovább kell mennünk, szerintetek? Vége ennek a pályának így? Ez ennyi lett volna? Várjunk csak. Mert látom, hogy ott tovább lehetne menni. De jó, az a vízesés, basszus, nagyon jól néz ki. Aha, úgy néz ki, hogy ez ennyi. Na nézzük. Köszi szépen amúgy a tippeket, skacok. Úristen, az archeológista beszorult oda. Step archeológista. Na. Megyünk segíteni neki. Azért elég szomorú, elég elszomorító lenne, a lineális, a mész előre a sztorival, és amiket építettél, hiába maradandó, nem fogod többet látni. Valószínűleg nem fogjuk többet látni, pedig. Ez még mindig a tutoriál? Aha, aha. De jó. Ott a kis gyík. Kameleon, bocsánat. Igen, arra gondoltam. És most már bárhol fel tudjuk használni majd a jövőbe a kis kameleont. Nem elég stabil a platform. Tehát nem bírja el a súlyunkat. Szóval építeni kell alá valamit. Kipróbáltam, hogy azért gondoltak erre, hogy ha mondjuk oda visszamegyek, akkor leomlik-e? Na. Tehát ezt úgy kell felépíteni, hogy ne törjön el. Értem. És ott egy alap. Jó. Egy alapja lehet ennek az egésznek. Pillanat, srácok. Rosszul lövöm be a... az irányt. Nézzel ezt a gémet már itt Twitch-en, és tökre látszik, hogy ki az, aki legózik valódi legóval, meg ki az, aki nem. Igen? Hát én nem sokat legózom. Fú! Ez a perspektíva olyan fura. Na hát ennek nem tudom, hogy lesz így majd tartása. Ennek nem tudom. De valószínűleg úgy, tehát hogy azt nem értem azt a pontot. Nem baj. Nincs valami opció, hogy az aját is valami átlátszó kockás terepre lehessen alakítani?
keres. Az helyzet, hogy ez még nem áll készen arra, amit én akarok, de talán így fog. Aha, így ez szerintem jó lehet. Jó. Viszont az úgy meg már nem egy hármas. Nem baj. Szerintem ez ide kelleni fog. A stabilitás miatt. Hát ebből van egy csomó, úgyhogy szerintem ebből kell építkezni. Az is kelleni fog. Ez tényleg nem tudom, hogy lesz stabil, de hát majd le lesz szimulálva, aztán majd kiderül. Igazából annyit lehet csinálni, hogy ne stackelve legyenek az elemek, hogy fogod, az kipakolod. Tehát, hogyha ez annyira zavaró, akkor szét tudod pakolni őket. Tessék. És akkor már is nem stackelve van. Hanem úgy van, ahogy te akarod. És akkor itt van az összes elem. Tessék. Ez már így az összes elem. Tök jó. Én nem gondoltam, srácok, hogy ez működni fog. Érdekes nézni a szerkezeteimet? Hát, amúgy itt az volt az elf, amikor itt a végén fölpakoltam pár dolgot, hogy azért használjuk fel az elemeket ilyen támasznak. Na, ennek örülök, srácok, hogy ez is meglett. Elképesztő ez a hely. Jó. Örül, hogy segítettünk neki. Jó. Nem detektál a kis Rusting más életformát a közelben, egyedül van? Nem, még itt a pilóta meg az újságíró is. Klasszikus. Archeologista, pilóta és az újságíró. Az újságíró biztos be lehet pánikolva. Jó. Oda néz. Indiana Jónásnak megtaláltuk az ostorát. Uncharted copy? Na nézzük. Oda néz. És már is bejött a Metroidvania a játékba. Hogy most már fel tudunk menni olyan helyeken, ahol az ostor kell. Felismeri ezt a jelet, ez üdény technológia. Ilyennel találkozott korábban, amikor kikerült a galaxisba. Eltávolodott a földtől. Na nézzük. A Rusty fejlődni fog. Azt hittem. Erősebbnek érzi magát. Wow!
Ja, nagyon jók az, az elemek. Igen, igen. Na most már le tudunk csapni a földre. És így el tudjuk tüntetni az indákat. Bocsánat, hogy beleásítottam az arcotokba. Jó, hát akkor valószínűleg használnunk kell most ezt a létrát. Ja, jelzi is egyébként, hogy mi az, ami széttörhető. Mert jelzi is azt, hogy mi az, ami széttörhető. Látját, akkor ott a teteje. Tetején látszik mi az, ami szétszedhető. Igen, és az előző pályán volt ilyen indás rész, igen, igen. Ötven banán. Lehet 50 banánunk. Jó. Adnál 50 banánt? Ha látjátok, azt is szét lehet szedni. Oké. Okay. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy itt ezt a részt szét lehet szedni. Ugye lesznek itt majmok is? Aha. Látjátok? Az olyan. Sőt, ott még egy csapdába esett katica is van. Bizony. Na tessék. Még banán. 10 banán. Mondom, hogy annyira menő vagy, hogy két telefonon meg egy tévén egyszerre vagy bekapcsolva. Ó, igen. Ó, igen. A banán lenne a gold? Jó kérdés. Ott maradt valami a banános Snyder-nál, igen? Csak a izé, hogy megcsináltuk. Na, látjátok, ez meg egy újabb jel. Ott is majd lehet valamit csinálni. Erre gondoltál, Laca? Még 10 banán! Na. Rák. Rák úr. El kellett enne, el kellett erre jönnöm, srácok. Szeretek mindent is felfedezni. Sajnálom, még jó párszor vissza kell ide jönnünk. Egyszer biztosan. Nem? A fenti ládánál egy törhető volt az útban, és volt valami fekete. Na, mindjárt visszamegyünk akkor oda. Szerintem ez ennyi. Ez a rész. Még megnézzük, amit Laca mondott. Kár, hogy nem lehet futni. Milyen jó kis hátizsákja van. Erre elmentünk végül? Nem. Itt is már följebb csak úgy lehetne tovább menni, hogyha meg lenne az a képességünk, amivel azt a kékséget meg tudjuk bízgatni.
de látjátok, megérte visszajönni. A ládától jobbra volt valami, azt mondja Laca. Aha, látom. Hát valami kapcsoló. Ott egy kapcsoló. És a kaméleonhoz se tudom, hogy lehet oda menni. Ott is a fénylik valami, és rajta egy kapcsoló. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd ez a képesség. Na nézzük. Vov. Az menő volt. Na, és itt van a majom, amiről beszéltetek. Meg kell építenünk egy majmot. Azt mondja, hogy... Hogy néz ez ki? Kell egy ilyen. Kell egy ilyen. A hátsójára kell ez a rész, aha. Aztán jön rá... Ez. De ez fordítva, így. Aha. Oké. Okay. Jön a buksia. Kész. Ja, igen, tehát hogyha nem lenne itt a minta, akkor valószínűleg pár perccel hosszabb lenne ez a rész. Igen. Na, itt is lehet valamiket csavargatni. Na tessék, megcsavargattuk és kinyílt az ajtó. Titkos ajtó! A hegy belsejében. Nézzük, mi van ott. Titkos útvonal. Ez annyira titkos, hogy még azt se látjuk, mi van itt. Szuper titkos. Na hát ez arra jó, hogy ide majd valószínűleg vissza kell jönni. Na oké, okay, menjünk följebb. Ez micsoda? Itt is van valami, de azt a valamit nem tudjuk használni. Ez pedig oda visz minket, amit láttunk. Titkos izé. Aha, itt lehetne tovább menni. És ez mit csinál? Hát oda vissza kell mennünk, srácok. Itt vannak a Twitter madarak egyébként. Ja, rossz irányba akartam lejönni. Na, banán lesz vagy banán? Banán! 50 banán még hozzá. És le tudunk ide jönni. Hát, ott is van valami. De ott nem tudom, hogy mi van. Vagy hogy, hogy lehet oda átmenni. Mert itt nem látok semmit. Ja, itt fel lehetett volna jönni. Ja, nincs más irány perpil, legalábbis amit így használhatnék. Ja, ez a shift lett, nem a space. Uh-huh. Ez micsoda? Nem lehet használni.
Na. Kell egy feljárót építenünk. Az egyszer biztos nekem, hogy hogy egy ilyet fogni kell és oda betenni. Igen, igen, vissza kell menni a korábbi pálya részekre. Szerintem is. Tehát ez nem is kérdés, hogy ennek így kell kinéznie. Nem tudom, hogy ezt hogy kell pontosan felhasználni, de... Aha... Aha... Igaz, tehát, hogy azt nézem, hogy... hogy... mehet így is egyébként a robot. Mondjuk ez egy kicsit béna lesz így, nézzük csak. Azt oda nem tudjuk már tenni. Itt pedig már nem tud felmenni. Igen. Csak meg kéne csinálni szépre, igényesre, nem? Tehát... akkor fogunk egy ilyet. Meg egy ilyet. Hát... jó, akkor menjen a szélén. Mert úgy látom, hogy máshogy nem fogom tudni megoldani. Vagy majd a végén dizájnolunk? Nem is tudom. Jól van, jó amúgy ez így. Hűha. Egyelőre jó. De most már csak... azt kell megcsinálnunk, hogy tovább tudjunk menni.
Mondjuk esetleg így. Elfogyott a dísz. Az helyzet csak, hogy elfogyott a dísz. Azt meg tudja ugrani, nézzük csak. A dísszel jobban kell gazdálkodnunk. Úgyhogy... Legyen ez. Meg legyen az. Az a gond, hogy túl magas lesz, tehát jöjjön egy ilyen. Erre már eljött egy ilyen is. Szia Zoe! Mi újság arra felé? Spórolnunk kell, úgyhogy máshogy kell megoldani ezt. Tetszik, hogy ekkora a szabadság gyakorlatilag nagyon sokféle verzió készíthető. Igen, igen. Igen, mert ugye ezek közül nem vagy köteles mindent felhasználni. Pam, 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 pam. Ez így tetszik. Ennek mindenféleképpen itt kell lennie. Ja, és amúgy ilyen utat se kell csinálni, ez csak az én hülyeségem, hogy azt mondtam, hogy ilyet szeretnék. Szvéra karcoló, köszi a 6. ajándékot itt a csatornán, köszi ezzel, hogy Zoe-nak a 6. hónapját lehetővé tetted. Be regélnek a szvegek. Köszi szépen. Igazából ezt így foghatjuk, oda tesszük. És akkor megvan. Yes. Bár... Nem. Ja, jó lesz ez. Jó lesz ez ott. És még a végére is oda teszünk egyet. Tessék. Na, mit szóltok? Jó lett, srácok? Fancy me? Na, és most amit megépítettünk, azon mehetünk is felfelé. Zseniális. Le
Te burkoltatnád a mesterrel az egész időt? Itt akarunk ülni este? Na ez micsoda? Bú! Business ghost! Hát ő gyakorlatilag egy árus. A ruhatárat bővíthetünk vele, illetve újabb színeket és kockákat hozhatunk a sandbox módba. Hát ne arra, ugye a sandbox módot annyira nem érdekel, de ruha az, az azért jöhetne. Na, tehát meg lehetne venni a... Amúgy ez nagyon gyanús nekem, hogy a felfedező ruhát lehet itt venni, szerintem ez a szellem csinált valamit. Valamiért az elsőt elszkippáltam. Felfedező rucit veszünk. Na és akkor wardrobe. És na nézzük. Ilyet a karakter kreálás így 2 óra gameplay után. Baltás gyilkos felsőt le lehetne cserélni? Hát igen, le lehetne. Ilyet egy kis karakter kreálás, srácok. Ez a bajszos nő, ez tetszik. Tetszik, hogy beletették a bajszos nőt. Full PC legyen a dolog. Igen, igen. Nagyon PC, nagyon PC. Aszta. Na ez! Na, srácok! Várjatok, várjatok, beállítjuk. Melyik volt az? Ez, igen. Na! A baltás gyilkos szett az konkrétan így teljes. Hát hogy... És még nézzétek, mosolyog is közben. Jézusom, ez nagyon beteg. De jó ég. Jó, mi van még itt? Aha. Micsoda blazer. Na ez menne neki, ez is amúgy tetszik. Ez is amúgy tetszik. Ez nem tetszik. Na de megcsináljuk ezt, amit így akartunk. És... Így. Na mit szóltak? Na ez így szerintem nagyon király lett. 34. A dzsungelnek a 34%-a kész. Sztoriba pedig a felénél járunk lassan. Tök jó. Tök jó. Amúgy vegyük meg ezt is. Adod ide? Köszi. Ad azt is. Nagyon zsír. Üdvözlő srácok mindenkinek. A reporter. Help. I'm stuck. Nincs itt a stepsis, úgyhogy ez most nem fog összejönni. Na nézzük. Mivel itt vannak a repülőgép darabjai, ezért tudunk csinálni valami repülő szerkezetet, azt mondja nekünk a játék. Jön a pilóta ülés. Csak tudnám, miért jó az, hogy ide jövünk.
Van valami? Erőt nem lehet forgatni. Becsapva érzem magam. Ja? Wow, amúgy tényleg de jól néz ki a füst, most hogy így mondjátok, én észre se vettem. Aha, ez a másik. Ja, akkor meg vagyunk, megvan a propeller is. Egy gyrokoptert kell összehozni. Le kell, igen, tehát le kell rakni az ülést. Jó. Hát, csináljuk, srácok. Hát, hogy mehet. Jó, minek akarok növényt rárakni? Na, ugye az nagyon fontos, hogy lássák, hogy az ott én vagyok. És az is nagyon fontos, hogy lássák előről is, hogy én bizony itt vagyok. De amúgy talán még lehetne annyit csinálni, hogy... ez egy hatos. Aha, aha, látom, látom. Nem akarok virágot rárakni. Aha, valahogy így gondoltam egyébként, igen. És akkor azt még oda lehetne tenni. Ó, de jó, sokkal jobb. Sokkal jobb, mint én azt gondoltam, srácok. Azt mondja, nem tudom, hogy a... Ja, látom, látom már, hogy mi a terv. Ez fontos így megcsinálni. Le kell rakni az ülést. Tehát a hátulját is meg kell csinálni. Nem fér már oda, aha. Akkor igazából lehetne előrébb ülni. Bár az meg úgy bénán néz ki. Biztos nem lehet oda tenni? Nem. Nem, sajnos nem fér oda. Tedd be az ülést és építs görbe, egyszerűbb lesz később. Jó, ez így. Ez most micsoda? Nyomtam egy szimulálást. A space-el lehet szimulálást nyomni. Na. Mindjárt látni fogjátok, srácok, hogy mi lesz ebből. Ugye olyat kell csinálni, hogy... hogy fel tudjunk szállni. Tehát a túl a hat, túl nagy egyébként. Azt akkor lejjebb kéne tennünk? Na várjunk csak. Ezzel lehetne lejjebb tenni. De, hogy ez most miért nem fér be? Oké, belefér. Alig lát ki szegény? Jogos.
Jogos a felvetés, srácok. Nincs kilátás, úgyhogy már is alkotunk ezen. Akkor is kell ide. Ez meg ide. Nem tudom, ez így elég fura. Nem? Jaj! Asszus. Konkrétan nem is lehet rárakni. Ha működik a Ctrl-Z benne. Ásár! Lego játék van, Ásár itt van. Mi újság, Ásár? Köszi szépen a 61 hónapot. Jesus! Igen, igen, levágja. Köszi szépen, Ásár. Még magasítsunk rajta? Jól van. Igazából belefér. Na, most már jók vagyunk? Tessék. Nem fér oda. Ne, nem fél oda a srácok. Kettő virág. Ja, akkor nem lesz virág. Így nem lesz virág, srácok. Hát, nem vagyok, ne haragudjatok, de ezzel nem vagyok megelégedve. Reach stabil flight height. És ezt honnan tudom, hogy stabil? Én nem tudom. Most így szedjek le róla a dolgokat. Az a gond, hogy elrepül? Igen? Szerintetek az a gond? Aha. Nem szabad, hogy bedőljön.
Értem. Jó. Na akkor mindjárt jön újra tervezés. Újra fogunk tervezni, srácok. Na. Tehát. Nem szabad, hogy bedőljön. Jó, hát így nem fog bedőlni. Srácok. Ha a pilóta odaül előre, ott mindent látni fog. Még egy növény is el fog férni hátul. Jó, szerintem ez így jó lesz. De várja, azt nem mondta, hogy... Shit. Hát konkrétan ott nem fér el semmi. Nem baj. Ez azért ilyen, mert... Na. Ez így béna, srácok. Nem baj. Visszük tovább ezt az elképzelést. Igen, de hát semmiben nem fog támaszkodni. Tehát elől nem fogom tudni megfogni, sehogy. Hát igen. Jó, akkor viszont hátra fog ülni. De akkor meg hátul, nem tudom. Nem kell felhasználni minden elemet. Na. Nézzük így. Kicsit átalakítjuk a dolgokat. Mindjárt mutatom, hogy mi a terv. Nem akarom kiszélesíteni. Igazából jó lesz ez, hogyha sikerül összehoznom, amit akarok. Mert ugye most nem használtunk fel annyi elemet alul. Vizuálsár! És hogyha lehetne oldalüléses is, aha. Simán lehetne oldalüléses is. Hát így annyira nem fog jól kilátni, de... Néha az élet áldozatokat követel. Na. Jó. Ez így már talán elég magas lesz. Ez olyan girokopter lesz, srácok. Na. Még olyat is tudunk csinálni, igen, tehát most annyira, minden igaz, annyira jók vagyunk. Ez még alá is befér, így van. Na, tessék. Na, jó lesz? Yes. Igazából... Én nem tudom, tehát, hogy ez így... ez így bénán néz ki?
Az a nagy helyzet, srácok, hogy ez ocsvány. Tehát, hogy még virág sincs rajta. Azért egy virágot csak rakjunk rá, vagy kettőt. Ja, de legalább működik. Na jó, de hát hogyha már... Ha már bénán néz ki, akkor nézhet neki még bénábban, nem, srácok? Bianca, wow! Köszi szépen a 30 hónapot. Köszi szépen a támogatásodat. Aha, tehát ja, értem. Peregjenek srácok a szvegek Biancának. Még magasabbra kell építeni? Nem probléma. Nem probléma, srácok. Oda-oda fér még, szerintetek? Nagyon jó, nagyon jó. Hát most így, mit csinálsz? Visz. De ezzel mi a bajod? Játék, íz. Az úgy nem fér oda, forgassak rajta, vagy mit szeretnél? Hát ez full kamu, srácok, hogy nem fér oda. Amúgy, de sajnos tényleg nem fér oda. Jó, tehát akkor... Srácok, nem esünk készségbe. Ha ez nem működik, van más. Így. Pontosan így. Pontosan így gondoltam én is. Na, hát így most már csak odafér, nem? Na végre. Egy jobbra, egy balra. Tökéletes. Ne! Jó. Működik szerintetek? Hogy nem működne? Ez a miénk, srácok. Ez a miénk. Megépült. Ez micsoda? Ez a mi gyrokopterünk. Másnak nincs ilyen, csak mondom. Na, milyen legókat, mi kell legóztálásár? Na jó, beszéljünk vele. Botanikopter, igen. Hiányzik neki a kis cicája, Mittens. Jó. Meg kell találnunk a pilótát. Jó. Lehet, hogy a föld alatt van a pilóta. Nyuszi. Nem nyúlunk hozzá a helikopáterünk, az itt van egyébként, így néz ki. Azt még nem tudom, hogy ilyet miért akarok csinálni. Ja, mert hogy itt egy láda. Kár, hogy nem lehet a kamerát azt így manuálisan forgatni, skacok. Na nézzük. Azt mondja, ásár, hogy a 40, 55, 4 volt tegnap.
Darabológép. Ez egy darabológép. Ha csak simán beírom, Lego nélkül. Jake Sully. Wow! Jake Sully. Kicsit befostam. Jézusom, srácok, hát ez nagyon kemény volt. Konkrétan olyan, mintha mellettem fúrnának. Tegnap is fúrás, és ma is fúrás. Na, lehet még egy katicánk. Remélem nem hallatszódik most, mert bekapcsoltam az RTX Voice-t. Azt hiszem, hogy kollektív vagy nálatok fúrnak. Nem valami zsír, örülök. Na. Igen, értem, hogy a riporter szeret stackolni. Most tökéletes zsír. Na. Mehet a hídépítés, azt mondja, hogy onnan indulunk balról, és oda kell átmenni. Hát én azt mondom nektek, legyen egy ilyen rögtön. Egy ilyen. Amúgy lehet, hogy ezt inkább így kéne, így van. Ez a muzsika így VTF ez a dzsungel muzsika. Amúgy szerintem abba hagyták. Az helyzet, hiába jó ez az RTX Voice, elcsuklik tőle amúgy a hangom. Mármint, hogy ilyen nagyon fura lesz, szóval nem szeretem amúgy használni. Discordon még oké, de így streamben nem a legjobb. Ezt megcsinálni. Tiszta hangnál rosszabb, viszont a fúrás plusz beszédnél jobb. Ja, persze. Igen. Szerintem kell egy ilyen. Ide rögtön. És aztán pedig kell egy ilyen ide. Ez menő amúgy ásár. A Jake Sully. Mondjuk az avatárja még menőbb. Ezt most így hirtelen nem látom egyébként. Nem az kell. Ez esetleg. Gyűrűkurás brickheadzek lesznek? Wow. Na. Hát kezdjük úgy, hogy mondjuk ezt ide tesszük. Mi lesz akkor? Látszólag semmi.
Á! Látom, hogy mi a helyzet. Látom, hogy mit néztem be. Hát... ennél még okés lenne. Hogy itt van egy csomó emelő amúgy. És ezeket használni kéne. Hát itt meg pláne. És ha már ez így itt van, akkor ezeket se lenne, tehát ezeket is érdemes lenne megemelni. Na, nyomják még a fúrást, úgyhogy akkor inkább visszanyomom, srácok. Negyed óráig nem lesz fúrás akkor. Csak ez szívás. Jaj. Fene vinni el a fúrókat. Komolyan. Legalább valami bejelentés lehetett volna, hogy napokba fúrnak, és akkor lehetne kalkulálni vele, de hát így ez a legrosszabb, hogy nem lehet kalkulálni. Na. Egyébként, minthogyha amúgy erre se lenne itt szükség. Kicsit túl gondoltam, ahogy látom. Csak a szokásos. Csak a szokásos, srácok. Ugye itt jó lenne mindkét irányba. De melyik a fontosabb? Ez. Nem tudom, srácok. Mindjárt kiderül. Emeljük csak meg egy kicsit. Amúgy lehet, hogy inkább ide is ez kéne. Még szebb is így. De valószínűleg nem lesz olyan strapabíró. Egy olyan eszembe jutott. Hogy... egy pillanat, lebontom itt egy kicsit. Lehetne az alja olyan... hogy... vagy a teteje inkább? Mindjárt mutatom, hogy mire gondoltam. És akkor most jöhet egy ilyen, és egy ilyen. És azért így, mert itt lehetne csinálni egy platformot. Valahogy így. Valahogy így, és akkor itt már csak át kéne vinni a robotot. Na, mit szóltok? Ez jó lehet? És itt? Esetleg? Így.
mondjuk ezt ide. És akkor ez rámehet. Hát ugye ott nem sok tartás lesz. Szóval... el egy ilyen is. És ott lehet, hogy nem is tudnak felmenni. Ó, kicsit... Lehet, hogy nem csak kicsit. Hát nagyon is bénácska. Az oda már nem megy alá, mert hármas kell. Csaz. Nem vagyok annyira ezzel megelégedve. Ezzel meg pláne nem fogok. De semmi gond. Tessék. Le is szimuláljuk. Hűha, az ott elképesztően csúnya. Nézzük, tudunk ezzel... mentve van a helyzet, nagyon jó. Ah, igen, ez hiányzott. Ezt ott levegyük? Végén bírni fogja? Ja, amúgy igazából, ahogy látom, arra sincs annyira szükség. Szóval, jó. És akkor még annyit csinálhatunk, hogy végigvisszük szépen az utat. Így amúgy már tetszik a dolog. Ti hogy vagytok vele, skacok? Na, és ezzel mit csinálunk itt? Ezzel mégis mi a fenét csinálunk így? Csináljuk hármasokkal? Igen, ez volt a megoldás. Na, ez már valami, srácok. Lehetne még szebb? Lehetne. Az úgy pont jó oda? Milyen érdekes, hogy az úgy pont jó oda. És az is jó oda? Az is jó oda. Kicsit csinosítunk rajta, tehát azért mégiscsak egy hidunk van. Szóval itt nem minden arról szól, hogy lehetőleg praktikusabb legyen, hanem praktikus is legyen, meg szép is legyen. Szia, Őzike! Jó. Ja. No. Én nagyon meg... Tehát szerintem ez az egyik legszebb munkám. Ez az egyik legszebb munkám, amit most itt csináltam. Meglepően stabil, azt mondta. Hát konkrétan jobban néz ki, mint amit oda terveztek. Nem tudja, hogy kéne lemenni, de hát jövök én.
Jövök én és megmentem. Gyorsan a Twitter madarat felvesszük. Na, kikapcsolom az RTX Voice-t. Mindjárt kezdik, akkor a fúrást érzem. Oda valahogy le kéne jutni. Na szerintetek most mit kell csinálni? Igen. Hogyan jutunk oda le? Aha, beszélni kellett volna. Beszélni kellett volna vele. Jó. Tehát át kell ezt alakítanunk egy kicsit. Azt mondja, hogy... legyen balansz. Tehát ugye meg kell csinálni, hogy a csávó bele tudjon ülni. Még ezt megcsináljuk, mit szóltok. Az biztos, hogy ez kell a tetejére. Amit, hogy én így képzelném el a tetejét. Hogy ez inkább az alja legyen? Én nem tudom. Meg kell találni a belső egyensúlyt, így van. Tehát... kezdjük ezzel? Azta. Ez miért nem jó ott? De miért esik le? Ez itt miért pattyan le, srácok? Még úgy is lássik. What? Na jó, én most valamit nem értek. Tehát, hogy azt... Igen, ez itt fölmegy. És az? Az is fölmegy. Az már... Ja, mert hogy... Mi miatt nem megy fel? Hát, hogy annak ott meg kéne... Én ezt nem értem. Srácok, van valami tippetek? Mi az, amit nem láthatok? Nézzek alulról. De nem lehet alulról megnézni. Hogy... Ráközéltes, akkor se fér be alá... Nem. De nem. Másik oldalról sem megy fel. Ez most mi a fene? Azt mondom neki, hogy emelje meg. Hát tessék. Ez meg rámegy. Hát, hogy oda lehet tenni. És ezt miért nem lehet oda tenni? Fú, de hát ezt kimondta, hogy én... Na jó, srácokat...
PTF. Egyszerűen nem megy oda. Nem kapaszkodik meg. Pedig annak ott a való életben így működnie kéne. Hát igazából meg lehet ezt csinálni fordítva is. Hát ez konkrétan így se kapaszkodik meg. És így se. És ez hogy volt? Na várjunk, csak így megy föl. Haragudjatok, de ezt most nem értem. Értem. Úgy tudom csak felrakni, hogyha áll, tehát hogy nem mozgatás közben. Hát ez egy kicsit furi volt így. De működik, látjátok, működik. Jó. Ezt úgy kell megépíteni, hogy elférjen benne emberünk. Mi volt a megoldás? Az, hogy nem mozgatás közben kell felhelyezni, hanem leteszed alulra és utána felcuppantod. Bár ennek nem sok értelme van. De ennek konkrétan semmi értelme, hogy ilyet csináljunk. De hát, hogyha ezt várja el tőlünk a játék, akkor ezt kell csinálni. Ez még nem fér oda, értem. Mindjárt kitalálom, hogy ezt hogy kéne. Hát ez meg már így sok. Ezt nem itt vagy nem így kéne használni. És ha mondjuk ez. Ez amúgy bénán néz ki, de semmi gond. Ne szívas, majd így se fér bele. Ez már egyszerűen kamu, hogy nem, ne, na végre. De hát nem, na. De nem engedi lejjebb rakni. Ja! Ah!
Igen, tehát, hogy nem fért be a karjai miatt. Jaja. Ez amúgy így működik. Sőt, az megvan, hogy úgy működik, hogy onnan hiányzik egy ilyen. Most látom. Tehát szélesebbnek kéne lennie. Hát ja, a célnak megfelelő. Az egyszer biztos. Jó van. Nekem jó ez így, srácok. Balansz meg se inog, tehát hogy meg se inog, tehát így. Mit csináltuk? És most már józoljuk is. Ó, és visszajöttünk ide. Wow. Na jól van. Srácok. Én úgy gondolom, hogy nekem ennyi elég ebből a játékból most. Megnéztük, hogy milyen, és amúgy nekem ez tetszik. Nagyon tetszik, hogy vannak ezek a diorámák, és ahogy haladunk előre a játékba, úgy oldunk fel plusz képességeket, szóval vissza kell menni oda, ahol egyébként a mi építményeink még vannak, hogy újabb és újabb dolgokat oldjunk fel. Szóval tetszik ez a metroidvániás dolog ebben a játékvilágban, tetszik, hogy a kreativitásunkra hagyatkozik a játék, tehát itt például ezt a hidat is ugye én csináltam meg, ilyen tök jól néz ki, és ezeket kell használnunk. Amiket megépítettünk, azokat kell használnunk, és azokat láthatjuk. És nem egy alkalommal kell visszamenni korábbi területekre, ugye ebből a játékstílusból kifolyólag. Ugye most még csak a dzsungel részen jártunk, az 76%-os, és még van ezen kívül másik 4 pálya, most így alapból a játékban. Hát döntsétek el ti, hogy ez megérje nektek, de ilyen lett volna a Bricktales. Kielhetjük a kreativitásunkat. Legózhatunk egy játékban. Nekem ilyenhez eddig még nem volt szerencsém. Ez nagyon zsír. Ez nagyon zsír. Úgyhogy én élveztem. Remélem, hogy ti is. Most már tudjuk, hogy ez milyen.